Sziasztok, én Pityukeri vagyok, és induljon a SimCity-ben a harmadik nap. 7 óra van. És holnap 7 óráig ismét játszunk. Játszok. Ti meg végignézitek, aztán majd vagy tetszik, vagy nem. Különösen lassan haladok most. Nem tudom miért. Az első városomban nagyon gyorsan ment minden. Mert azért meg gyorsan visszafizettem a hiteleket. Megeshet. De most mi más tettem volna? És 90-en voltak a szertartáson, szomorú. Általános iskolában vannak kemény 9-en. Na, alapul. Kíváncsi leszek, hogy most hányan lesznek. Szerintem nem lesz tele az iskola. Mondjuk lehet, még messze van délután. És akkor most a szeméttel mindig problémáink vannak? Azért remélem, hogy összeszedik a kutát és autók a szemetet. Még úgy tűnik, hogy jól dolgoznak. És ha kell, akkor lehet, hogy még egyet bővíteni is fogom. Neked mi a kérésed? Ó, 250 kuka, hát ez gyors lesz. Ez menni fog. És akkor szerintem 3-as tempóba megyünk, mert úgy másodperc enként eltelik, úgy 3-4-5 másod. Egy perc itt a játékban. Egy nap körülbelül 15 perc. Nem is olyan rossz. És megvan. Van pénz, van pénz, yeah, van pénz. Mindenhol szemét van. Egy pillanatot várjál és összeszedik. Jó, még egyen megtámogatom. Mert megérdemlik. Jó munkát végeztek, és akkor gondolom már indulnak is ki a következő műszakra. Ez is... ja, nem embert akarok, hanem... 6 kukás autónk van, igen. Akkor most már valamivel gyorsabban fogunk haladni. Lássuk, 200 fok. Frász, feltekerem 400-ra. Ugye. Mindenhol szerint van. Tudjuk. Köszönöm. Miért csak nyavajogni tudtok? Jó, hát akkor úgy tűnik, hogy ideje lesz építenünk egy tűzoltóságot. Szemét problémát van. Hogy újra hasznosítani akarsz. Bűzlik ez a város, de most komolyan! Takarítsuk el a szemetet! Jó. Feladat. Ezt a szemét lerakunk még azt hozzá lerakás a szemet, hogy megérnéhez. Jó van. Az végül is ingyen van. Na de... He! Ez kompromittáló. Na most már remélem lesz hely. Jó, az első hely itt van. És itt mégis mit fogok művelni? Ja, hogy ez már még egy lerakási zóna. Oké. Okay. Jó, feladat megoldva. És ha megint elégedetlenkedni fogtok, akkor nem lesz jó vége ennek. Na, most ezt hol rakjam? Mondjuk szemben ezzel. Ezt bővítjük táblával. Viszont tűzriasztó az már lehet talán. Jó, van egy tűzoltó autónk, elég. Most más túl sem tudok csinálni. Kis tüzek mindenfelé. Mondjuk, hogy több helyen tűzött ki a városban. Több tűzoltó autóra van szükség, hogy biztosítsa a város tűzvédelmét. Mennyi a válaszidőnk? Hol volt már a válaszidő? 12 perc. Ez semmi gond nincs. És... nem áll túl jól a szélenk. Na nézzük. Jól mennek a dolgok, félre is teszek, hogy nagyobb házat vegyek. Örvendek neki, köszönöm szépen. Remélem végre tényleg fogtok sűrűséget nevelni, mert eddig csak fogyunk. Ja, mert égnek a házak. Hát persze.
Egy kérdés. Hol van az a redvás tűzoltóautó, mert hogy nem itt az tuti. Nem akarom, hogy ne így jön a városon. Fúlnak körülöttünk az emberek. Jaj, ne ég valami. Fúlnak körülöttünk az emberek. Jaj, ne ég valami. Megszűnnek ezek a boltok. Na, ez mindjárt egy le fog szőni, mi az a baj. Jó, visszállj. Nem érek el. 25 ezer. Nem hagyhatom, hogy most ilyen trauma történjen a várossal. Van egy küldetés. Ne, hát már jó. Na végre, hogy elindultál! Nem veszélyes, nagyon 50 ezer dollárért ezt bevállaljuk. Kedvelem magát, nem tudom miért, de kedvelem. Köszi. Nem. Nem jutunk el az összes tűzhez, leégnek az épületek, több tűzoltó autó kell. Kérdés. Ha mínuszban vagyunk, hogy oldom meg? Könnyen. Jó, csak figyeljünk. És felüljünk tőlem. Várunk kicsit. És felemeljük az arót 20%-ra, mert hát miért ne? Sies. Így mi? Ha nincs pénz, majd csinálunk. Tönkjön egy korrupt megoldás, de bocsi. Értem, most itt is elindul a tűz. Nézzük csak. Ah, a hátam! Ezúttal biztos műteni kell. Sajnálat, részvétek. Legalább a tűzjáték a szél. Szerintem tök jó. Jó, jó. Már két ház ég. Ugye jobb? Én mindig baszott, hogy mennyi volt a szemét. Nem tetszett, hogy halmokban állt a szemét. Nem tetszett, hogy halmokban állt a szemét. Bundarít ez a sok paci. Nagyobb biztonságban érzemben, hogy van tűzoltóság a városban. Hát azért három tűzoltó kocsira nem bíznám az életemet, ez is működik. Az is tudom, hogy megint nem az adót. 20%-ra. Nem a... I'm so sorry. Olyan jól keresik ebben a városban. Azt hiszem, hamarosan renováltatok. Jó neked! Nem tudok még ezt mondani a tűzoltókra. Olyan bénán nézik a műzőket, és mégis elkérnek mennyi 875 dollár óránként idegesítő.
nézd, milyen a megítélősen, hát ez jó lesz. Kereskedelem. Baszont, hogy magasabb voltak az adók. I'm so sorry about that, but I couldn't do anything else. Jajj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 
szerint számomra. Kedvesz, mi? Tudom én. Hopp. Mertünk se. Hát itt nem nagyon szándékoznak templomba jönni most. Inkább otthon imádkoznak, hogy ne égjen el a házuk. Ne is hiszem. Tűz! Segítség! Szegény kény. Most megint nem éljen meg az adót. Nagyon csúnya rossznak fognak engem gondolni. És most van 5 percük elköltözni. De mindenki tenget. Jó. Négy autó, ez így nem elég. Na nézzük csak. Mi legyen kevesebb, mint 5 tűzeset. Az 5000 lakos kávé most a lehetetlenség környéke. Úgy gondolom. Lehet, hogy 50 000 dollár érdekében ezt nem kellett volna bevállalnom. Hát most már mindegy. Csődbe ne menjek! Igazából nem tudom, miért így kezdtem el csinálni a várost. Nem is így szoktam. Most már mindegy. De kövessünk egy kocsit. Értem, ennyi volt. De hol van tűz? Itt van tűz. Imeljük a parkot és a szorogatás lehetőségedet. Ötkörös, de most. És már is hagyták. Igen, vagy ott meg kell, hogy valami felelhet a kis. Nem volt újra a szakás. Muszáj elóltam ellen.
Nincs rendőrség, trafóla. Két szabadon lévő bűnöző. Hol? Ez kinek a háza? Akármit néztem, ez volt a legjobb dolog, amit csináltam, a rendezvény központ. Annyi haszon jön be belőle, hogy kihaj, csupai. Szinte elég mérgesek most. Gyorsítsunk. Tudom, hogy mérgesek lesztek, de légy szíves, ne bántsatok. Sorry about that. Legyen kevesebb, mint a tűzeset. Megvan az 50 000 dollár. Yeah! Végre egy jó hír. Hát akkor következő lépés. Mi a rendőrség? Bocs. Előbb a tűzhatóság. Muszáj. Jaj, de sajnálom ezt a házat, pedig azt hittem, hogy meg jó hely lesz. Na, már is minuszba vagyunk. Jó, egy rendőrség. Nagyon közbiztonság, hogy mi a fele. Most mi a fal? Persze, hogy a polgármester hivatallal szemben. Természetes. Költségtelen a rendőrségi tárgyak. Még az a szerencse. És az ászló is. Jó, és akkor kitesszük. Még is olyan drágaság. 20. 200. Jó. Egy olyan megnézzük, hogy mit tudsz ebből kihozni. Két rendőrautó. Na ki áll be rendőrnek? Tisztítsák meg az utcákat! Remélem a biztosításom ezt is fedezi. Értem, tele a kórház. Ezzel tudod mit tudunk kezdeni? Hát semmit! Ha-ha-ha-ha-ha! Semmit! És még legalább egy kötvény. Tudnám, de nem! Végtelenség nem emelhetek adót. Ez így meg olyan lesz, ez így. Na jó, remélem túlélik. Ami a 27%-a túlélik, akkor már csak kis bőség, csak az áfa. Akkor mindentől kezdve. Nem kérdéses.
könyörök legalábbis küldöttél legyen. Rendben, most már van 25 hely. Illetve ez a bármi gond van, hagyjanak békén. Tudom, hogy csomóházból kiköltöztek, mert magas az adó. Ja, kemény kettő. Egy, kettő. Épületű. Még az adóval nincsenek is problémáink, úgy tűnik. Na de te! A rendőrre fel járőrautókat küld ki, és segélyhívásokra reagál. A bűnözők mitigűn cselekményekkel kezdik. Ha nem tartottak le őket, nagyobb és merészebb dolgokat volnak elkövetők. Bár a szegényebb színek keményebb és kevésbé van hatással rájuk, a középosztály belé és gazdag színek nem viselik jól a nagy bűnözés a környékben. Vagy a bűnözés a környékben. Fűnyírás nekem túl posztmodern. Hát ne menj el művésznek. Ennyi. Áááá, megsérültem. Valaki hívjon mentőt. Nem könnyű jó menedzsereket találni. Hát tudom. Gyorsítunk, gyorsítunk, mert most kivételesen éjfélkor lesz vége a résznek. Ez a csengetés annyit jelent, hogy vége. Mára feltudtam egy kemény két és fél részt. Kimegy, ezt folytatni fogom. Kis pihenő után. Köszönöm szépen a figyelmet, vagy mit. Szerintem még holnap folytatom. Sziasztok! Hopp. Na, szóval... Ott tartunk, hogy jó. Szélirány az éjszakon van. Jelens nekem. Nekem az az éjszak. Na. Mindig éjszakra fújjon a szél. Szóval. Jól meg a dolgok, én is teszek, hogy nagyobb házat vegyek. Örvendek neki. Tehát akkor ez a rész nem éjfélig tart. Az elköszönésen tehát nem állja meg helyét. És reggel 7-ig ezt most veszem, ami amúgy nem túl sok idő, de na, legyen már teljes rész az a rész. Bár eléggé hosszúra sikeredett, mert úgy még 22 perc csak éjfélig. Lehet, hogy ezt külön fogom felrakni, vagy nem tudom, majd valahogy összevágom. Mit tudom én. De valószínűleg, hogy nem lazapacázok és összerakom 22 percessel, de mindegy, ez nem az én dolgom. Na majd mit akarsz? Hé, hey, polgármester, Csincseziget már igen futurisztikusan néz ki. Meddig lehet ezt még fokozni nagyon? Helyezünk le még több futurisztikus területet, épületet, mint azok az új parkok, vagy visszivatjuk. Oké? Nem! Nem terjesztem a jövőt, bocsi! Lakossági észrevételek. Na, vannak? Vannak? Jogában elhallgatni, vagyis pofa be! Kiváló! Csak egy helyet szeretnénk, ahol csendben összegyűlhetnénk. Ez a templom. A Miller rezidencia elégedett ezek szerint. Új fagyizó! Hogy a tajó? Azt mondja, ez egy fagyi. Hanem a kobor. Lám a benzinkút. Na, mennyi a láma? Már tisztít ki a lámos egyik, na. Hagyjál békén vele. Amúgy jól néznek ki ennek a... útmegállók. Szerintem. Még ez a hadsávos út nekem kicsit csak egy 1680 emberes kis falura, mert hogy csak csökken a létszámunk. Na mindegy, emberség. Azt írja az újság, hogy sosem volt ilyen alacsony a munkanélküliség. Szép! Köszönöm! Tényleg. Kök pedig létszámban. Azt tudti be, hogy a munkanélküliség egyelő a nullával. Ó, ha megint a megállt akarsz,
Mondom, nem. Na szóval, Pityugari 99 forgalmazta az Onaga Corporation terjeszkedni szeretné, és csincsezik a tökéletes lenne erre. Mint ahogy az összes többi, és már mondtam, köz, nem. De ha én egyszer azt mondom, hogy nem, akkor azt miért nem lehet felfogni? Tehát ha azt mondom, hogy később, akkor oké, hogy jön később, de így. Sosem hittem volna, hogy ilyen nehéz ezt jó menedzsereket találni. Figyelj már, egy Asbest nevű párnagyárba szerintem elég nehéz menedzsert találni. Már bocs. Nincs elég fizikai munkaerő. Ezt mondja a Dezodor gyár. Milyen Dezodor gyár? Mit vannak? Nézzük csak, még valaki esetleg. Imádjuk a szélerőművet. Hát még azt hiányozna, hogy újra is hasznosítsunk, és abból lenne műanyag, de ezt hagyjuk. De, oké, mit akarsz? Több álmat kell tenni, mint amit felhasználni. Csak itt tovább, polgármester. Köszönöm. Úgy látom, problémák nincsenek, viszont mi folyik itt iskolába? Polgármester, az összes tanterem csordulási mögött a diákokat. Több osztálytelen és több tanára van szükség. Legyen egy kis stílus címmel, megcsinálom a feladatot. Ha lesz rá pénzem, már pedig biztos, hogy nem lesz egy darab. Mert a 14% adó így is egy kicsit felidegesíti a népet, de hát bocs, ez van. Hi, ez gyorsan elment. Én megköszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!